Üdvözlök mindenkit, nekroklim vagyok! És hogyha láttatok az előző Division 2 kis kielemzős videómat, hogy milyen helyzet mostában a játékkal, ott megígértem annak a videónak a végén, hogy beszélgetünk egy kicsit ennek a videónak a címéről, hogy a Ubisoft miért a játék Úrvája, az RPG játék, RPG stílusú játékok urvája. Nem tudom, feltűnt-e nektek így le így leesett a tantusz, hogy a Ubisoft nagyon ráment erre az RPG stílusra. Division 2, akkor ott volt a Ghost Recon, bármelyik része. Ott van a Assassin's Creed, bármelyik része egészen ideig, a Valhalláig. Üh, ott volt a For Honor, és, és hogyha megnézed valamit ezekbe a játékokban, amit az elmúlt időkben a Ubisoft csinált, az az, hogy rohadtul egyformák. Tehát más a témakör, de ugyanaz. Ugyanazok ezek a játékok. És ugye itt van a Watch Dogs Legion, ami nem igazán kapott túl pozitív értékeléseket, hogy őszinte lehet. Mindenki csak annyit mond rá, hogy nagyon szép, nagyon szép, de rohadtul unalmas. És egy valamit tudok így, hogy Angliában élek, London minden csak nem unalmas nem játszottam a Watchdog nem, tehát mikor már eleve a trailereket jártam és a gameplay, első gameplayeket a, a játékról láttam, hogy mire megy ki itt a dolog, és már akkor néztem, hogy ez nem túl izgalmas. Viszont review-kat néztem a játékról, és mindenki kiemelt egy, egy, bizonyos dolgot benne, hogy a karakterek benne nagyon átlagosak, nagyon egyszerűek, és über különleges képességük nincs, tehát nincs über nagy változatosság a karakterek között. Hiába van meg a lehetőséget arra, hogy bárkit, akit az utcán meglát, bárkit, aki az utcán meglátsz, a csapatodba felvehetsz, ismétlődnek a képességet, tehát nem fektettek túl sok energiát ebbe az egészbe, és ha még megnézem London utcáit, amúgy is um, rohadtul üres az egész. Tehát, aki járt Londonban, ha jártatok Londonban, mindenek kellett lehet mondani, csak nem üresnek. Tehát nagyon szépen meg van csinálva a játék, és én nagyon csalódással fogadtam, hogy mennyire nincs élet abba a játékba. Mostában játszom a Black Desert online-nal, és a Black Desert online-ról mindent el lehet mondani, az csak, hogy nem üres. Tele van élettel a játék. Olyan jól szimulálja az élő világot az a játék, és nem értem, hogy egy ilyen szintű játékban, mint a Vasdok Legion, miért nem lehetne ezt betenni. Igen, elveszíteni 20 FPS, de legalább él az a város, és London olyan, mint aki lenne halva. És hát aki járt Londonba, azt tudja, hogy <laughs> nem éppen kiva, nincs épp kihalva a játék. Tehát Camden Town, a, a játékban néztem, hogy Camden Town ilyen tisztának és gyönyörűnek még nem láttam Camden town -t. És aki élt Londonban, vagy él Londonban, vagy járt Camden Town-ban, akkor nagyon jól tudja, hogy, hogy az a hely az London egyik kulturális pöcegödre <laughs> hogy így fogalmazzak. A pöcegedőr alatt csak annyit értek, hogy iszonyatos szeméthegyek vannak ott, és a kultúra ugyanúgy jelen van mindenféle. Egyszerűen egy iszonyatosan jó és izgalmas hely ott lenni fiatalon, és átélni azt az életérzést, amit Camden tud nyújtani. De nagyon eltértem a témáról, hanem arról, Arról szerettem volna beszélni, ugye, hogy a Ubisoft, mint hogyha így belendült volna, és zsinorban gyártja le ezeket az RPG ö, hasonló, tehát RPG-szerű játékokat, RPG elemmel ellátott játékokat, és mely zsinorra jön neki. És biztosan ti is észrevettétek az elmúlt évek tendenciáját, és ez nem csak Ubisoftra igaz, kijönnek az RPG játékok is üresek, vagy éppen sikeres RPG-szerű játékok, mint a Warframe, üressé válik. És egy ilyen tendencia van erre, hogy így az emberek nyomják ki, és a készítők nyomják ki ezeket a játékokat, de ezek a játékokról leri és ordít, nem lehet elmaszkolni, hogy csak azért készül, hogy az embernek a pénzét elvegye, és cserében nem ad és nem nyújt, semmiféle élményt, csak. Uh, arra fókuszál, hogy te minél több időt tölts a játékban a grindért, a lootért, de valójában a lootnak nincsen semmi értelme azon felül, hogy erősebb legyél a játékban, tehát az nem Játékélmény az nem téma, az nem művészet, az nem történetmesélés, hogyha a játékkal azért kell játszak, csak és kizárólag, hogy lootot szerezzek benne. Erre vannak kifejezetten olyan játékok, ahol a lootnak nagyon sok értelme van, persze a Exile, vagy éppen a Black Desert, vagy éppen a Warframe, hogy a modokról kerülse, so vannak olyan játékok, ahol maga a lút és a buildelés teszi ki a játéknak a tartalmát. De az ilyen játékok, mint, a, mint amit a Zubisoft csinál, ezek az RPG-szerű játékok, nem feltétlenül teszik ki a tartalmát a játéknak, vagyis kitennék, de nem elég komplex az a, az RPG elemekkel ellátott játék, nem elég komplex, hogy egy jó kielégülést nyújtson. Kicsit olyan, mint a Coca-Cola gyár, értitek? Létrehozták a, a coca colát mindenki örült neki, nagyon finom, nagyon minden, valamikor régen, ugye ez volt az első RPG játék, hogyha e, hasonlatot kellene vonjak között első. Ugye a Cola, éké az első RPG játék, mindenki wow, nagyszerű, nagyszerű, és azóta mindenki felfedezte, hogy a Cola egészségtelen, vagyis felfedeztük, hogy az RPG játékok mostanra mennyire üresek lettek, és semmit mondóak. És akkor a kóla mit csinált? Hmm, hozzuk létre a van, tehát ugyanaz a szar, csak más színben. Így látom, én mostanában ezeket az RPG játékokat, és valahogy a Ubisoft élvonal harcos ebben az egészben. Nem tudom, hogy jól jövünk ki -e, mi gémerek, kívülállók, jól jövünk ki -e egyszer ezekből. Fog-e valaha a Ubisoft csinálni egy olyan RPG elemekkel ellátott játékot, amelyet élvezettel játszunk majd minden-minden percre, minden napra, és csak annyit kell csinálniuk velük, hogy updatelik, miután kiadták. Rengeteg ilyen sikeres játék van. Azt hiszem, hogy mindenki tanulhat a kóreáktól, vagyis Ázsiától így általában, hogy hogyan kell egy sikeres RPG játékot csinálni, és azt, azt az RPG játékot hogyan kell nagyszerűen, öm, és jó drágán mikrotranzakciókkal tele lenni, úgy, hogy még a játékosok önmaguktól adja ki a pénzt. Mert ez a modell már, ezen már át fogunk látni, ezen már átlátunk mi gémerek, ugyebár látjuk, hogy az ürességet adják ki az üresség után, tartalommentes, történetmesélésmentes, lootmentes, vagy, vagy, vagy inkább úgy fogalmazom, hogyha már lootolós játékoknál járnák, mint a Division, inkább úgy fogalmazok, hogy, hogy nem lootmentes, hanem lényeges és szignifikáns lútmentes, jutalomérzésmentes játékok, amit csak fapofával játszunk végig. Nézem az Assassin's Creed Valhallát, és nagyon tetszik, amit látok képekben. Viszont nem tudom, miért érzem azt, és, és kélek, ti is adjátok hozzá, ti is éreztek így? Azt érzem, hogy a játék üres. Egyetlen egy aspektusa fogott meg az szenkrid valhallának a sok tréleréből, az pedig a, amikor rohamot kell indítani ilyen, hogy is mondjam, ilyen bázisok ellen, vagyis ilyen erődítmények ellen, amikor ilyen rohamot kell indítani. Ez az egyetlen aspektusa, ami megfogott ennek a játéknak. Minden más aspektusában nézem ezt a játékot, és ugyanaz, mint a régi. A régi első elsőre jó volt, a második fenomenális volt, a másik része az SSD-kréde, a harmadik is, mert abból már sokat tanultak az első részből ugyebár és az Ezio-val játszott részek számomra az a csúcs, csúcsa az Assassin's Creed-nek, és azóta a játék koncepciójában nem változok, csak a skin. És most a Valhallába hozzáadtak egy új játékmódot. Szízs, hölgyem és uraim, amikor oda mész, és azt az erődítményt le kell rohanni, és ott lesz majd a lút. Ez az egyetlen aspektus, amit tetszik ebben a játékban. A lopakodás még mindig ugyanott van, persze természetesen ez, ez kulcs része ennek a játéknak, hogy, hogy ott legyen remélhetőleg egy jó történetmesélés is van, de ahogy néztem az interjúkat a játék készítőkről, a videókról, stb., arra fókuszálnak, hogy mennyi lútói lovagol jó sokat. De hol marad a története a játéknak, amitől megszerettük ezt az egészet? Miért kell átvinni egy teljesen RPG-s vonalra azt a játékot, ami nem feltétlenül Kellene annak készüljön. Természetesen az, az Origin óta, um, Assassin's Creed Origin óta az embereknek tetszett ez a koncepció, de azért, mert váltottak a régiről valami újra, de ezen új alatt, tehát hogyha most játszanék az Assassin's Creed Valhallával, pontosan ugyanazt csinálnám, mint a Division 2-be, pontosan azt csinálnám, mint a, mint a Ghost Recon Breakpoint-ba, azért hagytam abba a breakpointot, ot még van egy kevés, amire kiátszom, majd megerőltetem magam vele, azért hagytam abba, mert pont ugyanazt csináltam bele, mint a Division 2-be, és annyira hasonló volt a két játék, hogy a Division 2 már kiégtem, és nem akartam ugyanazt játszani a, a Ghost Recon Breakpoint-ban. Szóval és ugyanezt csinálod mondjuk a forrunner bár az inkább multiplayerre fókozott dolog, de ugyanúgy lootolsz, és a loot élmész rá. Egy formák, más skinben, tehát Fanta, Cola, Mirinda, tök ugyanaz más skinben. És amire ki akartam nyugodni ez az egésszel, hogy lesz-e olyan, hogy esetleg a Ubisoft veszi, remélhetőleg csak kísérleteznek, és veszik ezeket az ötleteket, amelyek sikeressé tettek, egy-két játékot, vagyis az, azokat az aspektusokat, ami sikeressé tette egy-két ját egy játékot, például a Division 2-ben, vagy Division-ben általánosan véve például a bildelés, az egy szerintem egy jó dolog, és egy sikeres dolog, hogyha erre kerül a sor, akkor a Ghost Recon Wildlands-ben a történetmesélés, euh, akkor a For honor a multiplayer aspektusa, a Assassin's Creed mondjuk a sorozatnak a terület felfedezés mechanikája, és ezeket egybe gyúrja egy egyetlen végső RPG játékra, amit mindenki szívesen játszik, mert jó története van, mert jó a lútolás, mert jó a bildelés, és szép és élettel teli világot kapunk belőle. Ez lett volna az én kis, um, hogy is mondjam, ez lett volna az én kis tanulmányom a modernkori RPG elemekkel ellátott játékokról, uh, és egyrészt azt hiszem, hogy ebben a Ubisoft él lovas. <laughs> uh, Viszont egy valami alától kérni a Ubisoft javára az, hogyha szar egy játékuk, nem hagyják el, hanem évek alatt felhúzzák arra szintre, hogy ez a játék, hogyha az a játék esetleg jó legyen, Gondolok itt az R6-ra, vagy a Division 1-re, és éppen a kettőnél is próbálkoztak csak mindennel, a Division 2-nél, de az R6, a Division 1, a Forerunner, ezek mind kiváló példája annak, hogy Ubisoft nem hagyja el a játékot és megpróbálja a szart jobbá tenni. De mi lenne, ha egy nap mindezeket, amiket ezeket a játékosok, játékokat sikeressé teszik, összegyúrnák egy kiváló játékra, amivel több gond nem lenne. És nem csak a pénz, 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 pénzről pénz szólna, adjanak egy minőséget a játékos kezébe, és az odaadja minden vagyonát. Üm, nem? nem mi vagyunk, ha valami tetszik, azért fogsz fizetni. Na nagyon 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 köszönöm a figyelmet a következő videóig. Sziasztok.